Jó estét kívánok! Ez a Kanizsa TV híradója április 30-án csütörtökön. Nézzük először fontosabb híreinket röviden. Járvány. Budapesten nem változik szinte semmi, vidéken azonban lazulnak a szabályok, de kötelező lesz maszkot használni a buszokon és a boltokban. Korlátozások. A hosszú hétvégén is dönthetnek a polgármesterek helyi szabályokról. Anyák napja. Vasárnap az édesanyákat köszöntjük. Lazít a kormány a kijárási korlátozás szabályain, de hétfőtől a tömegközlekedésen és a boltokban is kötelező lesz vidéken is maszkot viselni. A koronavírus elleni védekezés új szakaszát tegnap este jelentette be Orbán Viktor a Facebook oldalán. A részletekről ma Gulyás Gergely miniszterelnökséget vezető miniszter számolt be a kormányinfón. A másfél méteres védőtávolság betartása és az arc eltakarása vagy maszk viselése azonban az üzletekben és a tömegközlekedésen kötelező lesz. A miniszterelnök tegnapi videóbejegyzésében hangsúlyozta, fokozatos és szigorú menetrend szerint próbálják meg újraindítani az életet Magyarországon. Hozzátette, az idősek és a legfertőzöttebb területen élők feszes védelmét továbbra is fenn kell tartani. A kormány a tegnapi ülésén részletesen megtárgyalta a mögöttünk hagyott 50 nap tanulságait, az ebből következő teendőket, és azt a következtetést szűrtük le, hogy a védekezés első fázisának a végére értünk. A védekezés második szakaszával kapcsolatban Gulyás Gergely elmondta, az idősek továbbra is a 9-től 12 óráig tartó idősávban vásárolhatnak, zárt térben mindenkinek el kell takarnia a száját és az orrát, valamint május végéig biztosan nem tér vissza a hagyományos oktatás a tantermekbe. Májusban egészen biztos, hogy fennmarad a tantermen kívüli digitális oktatási rend, tehát továbbra is az iskolai oktatás május végéig biztos, hogy nem tér vissza. Júniusra a kormány most még nem tud döntést hozni, nyilván ahhoz majd május végén megfelelő adatok rendelkezésre állása esetén lesz arra majd a megfelelő adatok rendelkezésre állása esetén május végén lesz lehetőség, de az biztos, hogy május hónapban még a korábbi iskolátogatási rend nem tér vissza. Továbbra is marad az ingyenes parkolás az egész országban. Úgy gondoljuk, hogy az intézkedés bevált. A hétfőtől életbe lépő enyhítések értelmében az üzletek időkorlát nélkül kinyithatnak, valamint az éttermek, kávézók, teraszai és kerthelyisége is látogathatók lesznek, csak úgy, mint a szabadtéri strandok. A bejelentéshez kapcsolódva Balogh László, Nagykanizsa polgármestere az arc kötelező eltakarását hangsúlyozó fotót töltött fel közösségi oldalára. Újabb gazdasági jellegű döntéseket hozott Balogh László polgármester. A Facebookon adásunk előtt nem sokkal közzétett tájékoztatásban a városvezető azt írja, hogy most az önkormányzatnak is ki kell venni a részét a védekezésből. Éppen ezért idézem, azt a felelős és nehéz döntést hoztam, hogy a bizottságokhoz tartozó tiszteletdíjak, a bizottsági elnökök és külsős bizottsági tagok tiszteletdíjai az elrendelt veszélyhelyzetben nem kerülnek kifizetésre, mivel bizottsági ülések és döntési hatáskör hiányában az SMS-ben rögzített feladataikat a bizottságok nem látják el, így a részükre fizetendő tiszteletdíj erre tekintettel indokolatlanul terheli az önkormányzat költségvetését. A fent kifejtettek alapján indokoltnak tartom az SMS 1-es mellékletében a tiszteletdíjak általános szabályoktól eltérő megállapítását, a veszélyhelyzet fennállása idején oly módon, hogy valamennyi képviselő részére a tiszteletdíj egységesen összegszerűen kerüljön rögzítésre. Nem sokkal később az ellenzéki frakció is reagált a polgármester döntésére. Az Éljen Városunk Egyesület képviselői szerint idézem, a polgármester hozzon létre járványvédelmi szociális alapot. Balogh László polgármester ma egyoldalúan előzetes egyeztetés nélkül határozott a képviselői tiszteletdíjak csökkentéséről, illetve a külső bizottsági tagok tiszteletdíjának felfüggesztéséről. Frakciónk egyetért azzal, hogy a képviselők is részt vállaljanak a járvány elleni védekezésben, ezzel is segítve Nagykanizsa helytállását ebben a nehéz embert próbáló helyzetben. Látjuk azonban, hogy a kormány sem tudja hatékonyan segíteni az önkormányzatok munkáját, sokkal inkább csak elvesz a településektől ilyenkor is, így a város nem teheti meg, hogy magára hagyja a leginkább rászorulókat. Felszólítjuk ezért Balogh László polgármestert, hogy az alábbi forrásokból hozzon létre egy járványvédelmi szociális alapot. A képviselőktől eddig csökkentett tiszteletdíjak körülbelül 25 millió forint, a képviselők 2020 évi képviselői kerete 14 millió forint,
illetve elvárjuk a polgármestertől és az alpolgármestertől is, hogy nettó tiszteletdíja felét és a költségtérítés egészét utalja ebbe a keretbe. Az üggyel kapcsolatban további részletek az érintettek Facebook oldalain olvashatók. Ez a nyár biztosan más lesz, mint a többi, mondják a balatoni szállásadók. A koronavírus járvány miatt a május végi foglalásokat ugyanis már többen visszamondták. A hazai turizmusban dolgozók azonban a könnyítő intézkedések révén abban bíznak, hogy az idei szezon nem marad el teljesen. Sőt, többen már arra készülnek, hogy a szezont nyáról áthelyezik az őszi-téli időszakra. Kaposvár és Pécs után Nagykanizsára is ellátogatott januárban Balaton Fenyves polgármestere. A Vasemberházban tartott lakossági tájékoztatón nem csak az elmúlt esztendő fejlesztéseiről esett szó, hanem az idei tervekről is beszámoltak. Akkor azonban még senki sem sejtette, hogy a koronavírus járvány teljes mértékben megváltoztatja az elképzeléseket. A terveinket szeretnénk nyilván megvalósítani. Most főztünk egy sétányt a strandon, tehát mi készülünk. Készülünk a strandjaink felkészítésével, de hát nyilván ameddig veszélyhelyzet van, azt nem tehetjük meg. Az üzleteink közül, tehát a büfék, éttermek közül néhány működik, de hát ők ugye elszállításra, kiszállításra készítenek ételeket, egyebet most nem is tehetnek. A veszélyhelyzet miatt április közepétől ráadásul Balatonfenyves strandjait is lezárták a látogatók elől. A helyiek hamar alkalmazkodtak a megváltozott körülményekhez, a jelenlegi helyzetben viszont nehéz kiszámítani, hogy milyen is lesz az idei szezon a turizmusból élő település számára. A májusi foglalásokat ugyanis nagyrészt már lemondták a vendégek. A visszamondások a nyári hónapokra még nem vonatkoznak, viszont ugye hát most már pünkösdöt is mondják vissza, június elejei időpontokat is, és mindaddig, amíg nem tudjuk, hogy mikor lehet újra fogadni a vendégeket, ugye a kereskedelmi szálláshelyeken, egészen addig sajnos a bizonytalanság miatt senki nem tud tervezni. Várjuk, hogy legyen szezon, mert a vendégek már nagyon úgy érezni, hogy divogatnak, jönnének. A szállásadók azonban minden nyaralni vágyó türelemre intenek, és abban bíznak, hogy az idei szezon nem marad el teljesen. Erre némi reményt adhat a miniszterelnök tegnapi bejelentése is. A tájékoztatóban elhangzott, május 4-től új védelmi intézkedés lép életbe vidéken, melynek köszönhetően egyebek mellett a szabadtéri strandok is látogathatók lesznek. Több hete fennáll az a veszélyhelyzet miatt elrendelt intézkedés, amely a zalai turista célpontokat is érinti. Kistolmács sem kivétel, ám a Balaton környéki községekkel szemben a településnek pozitív tapasztalatai vannak. Csupán a kacsák úszkálnak a tavon, bár felvételeink hétköznap készültek. Csend és nyugalom jellemzi Kistolmács közkedvelt tavát ebben az időszakban, már hetek óta. Hoztunk egy olyan döntést, hogy csak a horgászok jöhetnek a Kistolmácsi tóra, kirándulók nem jöhetnek. Tehát ugyanazok a szabályok érvényesek, mint az országos rendeletben, amik megfogalmazottak, de viszont hál' Istennek azért be is tartották. Úgyhogy most hétvégén már nem volt szigorítás, de most is ugyanúgy jöttek az emberek, mint eddig, tehát horgászok jöttek, kerékpárral jöttek, nem csoportosultak, maximum ketten ültek egy padnál. Az operatív törzs tájékoztatója szerint a múlt hétvége volt a legdrasztikusabb a kijárási korlátozás megszegése szempontjából, és rögtön itt van az úgynevezett hosszú hétvége május 1-ével. Kistolmács vezetése nem szeretne szigorítani a látogatási feltételeken, de mint ahogy a település polgármestere fogalmazott, mindenben alkalmazkodnak a kormány központi, aktuális rendelkezéseihez. Üresek az utak San Francisco utcáin. A Nagykanizsa környéki horvát Bianca már több mint egy éve él a metropoliszban. A közel 1 millió fős egykori forgalmas város a koronavírus járvány ideje alatt azonban teljesen felismerhetetlenné vált. Bianca babysitterként dolgozik a nagyvárosban, 2-5 év alatti kislányra felügyel. Mivel az iskolák bezártak és mindenki otthonról dolgozik, nehéz elfoglaltságot találni a kisgyerekeknek. Az ebéd itthon folyik, mert már ugye nem lehet csak felvenni ételeket bárhol, tehát bemetsz fel tudod venni, de nem tudsz beülni. És akkor délután többnyire vagy elmegyünk a strandra, amiből még pár nyitva van, ha van az időjárás, de ilyen több mérföldes strandról beszélünk, az embernek nyilván van helye kikerülni a másikat, vagy rollerezünk, tehát akkor is próbálunk kültéri programokat keresni, és próbáljuk minél többet változtatni, de nyilván nagyon nehéz minden nap
találni valamit. A kijárási korlátozás alatt azonban lényegesen lecsökkentek az élelmiszer és üzemanyagárak. A boltokban kötelező a maszk használata. Ezt mindenkinek magának kell beszereznie. Az élet Amerikában sem könnyű, több üzletnek is be kellett ideiglenesen zárnia a drága bérleti díjak miatt. A jazzestek a veszélyhelyzet miatt szünetelnek, de a hangszerek így sem porosodnak a Cserfői klubban. Tibor Civán stábunknak elmondta, nagyon hiányzik neki az együtt zenélés, de így is hasznosan gyakorlással, zenehallgatással telnek a mindennapok. Jó pár hétig még biztosan várni kell arra, hogy az érdeklődők élőben is hallgathassák Tibor Civán játékát. A veszélyhelyzet miatt kialakult plusz szabadidőt azonban a jazzzenész és festő felesége is igyekeznek alkotói munkával eltölteni. Én 26 éve élek Cserfőn, kvázi karantén van, úgyhogy tehát ez a része nem igazán negatív számunkra, mármint én és a feleségem számára. Zenét hallgatunk, gyakorlunk, feleségem festő, ő fest, úgyhogy tulajdonképpen annak ellenére tudatában vagyunk a helyzet súlyosságával, annak ellenére nem panaszkodunk ki. A Jazzland megálmodója, alapítója egy online kihíváshoz is csatlakozott a vírushelyzet kihirdetése óta. A játék lényege, hogy 10 napon keresztül naponta fel kell tölteni egy fotót egy olyan zenei albumról a közösségi oldalra, mely meghatározó volt a csatlakozók zenei ízlésének kialakulásában. Most nézzük, miről lesz még szó a híradóban. Online múzeum. Megújult a Turi György Múzeum Facebook oldala. Anyák napja. Vasárnap az édesanyákat köszöntjük. Megújult a Turi György Múzeum honlapja. Az intézmény egy pályázatnak köszönhetően fejlesztette oldalát, melyen nem csak helytörténeti és néprajzi fotók, valamint képeslapok között böngészhetnek az érdeklődők, hanem a letölthető óravázatoknak köszönhetően az iskolai oktatást is segítik. A múzeum közösségi oldalának követői pedig folyamatosan frissülő tartalmakkal találkozhatnak. A veszélyhelyzet kihirdetése óta a közművelődési és közgyűjteményi intézmények sem látogathatók. Más múzeumokhoz hasonlóan ezért a Turi György Múzeum is az online térben tartja a kapcsolatot látogatóival. Az érdeklődőknek ráadásul az izgalmas tartalmakat sem kell nélkülözniük. A járásszékhely múzeumok szakmai támogatása elnevezésű pályázatnak köszönhetően ugyanis 2,5 millió forintból fejleszthették a múzeum digitális gyűjteményét. 2019 év végén újult meg a honlapunk, ahol egy digitális gyűjtemény címszó alatt találhatják meg az érdeklődők a múzeum helytörténeti, néprajzi és múzeumpedagógiai gyűjteményének a legszebb és legérdekesebb darabjait, egy-egy egységét, és ez a digitális gyűjtemény a www.tgm.hu, tehát turigyörgymúzeum.hu per digitális gyűjtemény oldalon található. Nem csak a 20. századi Nagykanizsa elevenedik meg a fotókon a helytörténeti gyűjteményben, hanem 10 környező falu néprajzi vonatkozású képei között is kutathatnak az érdeklődők. A több mint 1400 darabos képeslap gyűjteményben pedig olykor izgalmas szövegrészletekbe is belefuthat az olvasó. Ezeket a tartalmakat a múzeum folyamatosan frissülő közösségi oldalán is megosztják. Azt gondolom, hogy talán a Facebookon most a leginkább elérhetőek az emberek, legyenek fiatalok, vagy akár az idősebb korosztály tagjai is. Illetve szeretnénk, hogyha az ősszel feltehetően megnyíló időszaki kiállításunkhoz egy kis hangolódás kezdődne, és ehhez kapcsolódóan is korabeli fotókat próbálunk megosztani, illetve kisebb leírásokat készíteni, amelyek a Szocializmus gyermekei című kiállításhoz fognak kapcsolódni. Mikó Barát Franciska és Kunics Zsuzsanna a kanizsai fényírókról sem feledkezett meg. A tavaly nyílt időszaki kiállításhoz kapcsolódóan a közösségi oldalon fotótörténeti sorozatot is indítottak, melyben helyi fotográfusokat mutatnak be, valamint érdekességeket osztanak meg a nagy közönséggel. Vasárnap anyák napja, és sokunknak egyértelmű, hogy kinek is mondunk köszönetet, de ez nem mindenkinél van így, ugyanis aki nevelő szülőknél él és szerencsés helyzetben van, annak ezen a napon két anyukával is kell számolni. Pór Martin 2005-ben került nevelő szüleihez, neki nem furcsa, hogy két anyukájának mond köszönetet anyák napján.
Dömötör Firozália és férje nagy szeretetben nevelik gyermekeiket, és fontosnak tartják, hogy nevelt fiaik is nyugodt körülmények között élhessék mindennapjaikat. Már az első naptól kezdve igyekeztek mindent megadni nekik, de sosem akarták betölteni a valódi szüleik helyét. Én az első pillanattól kezdve úgy neveltem őket, hogy én nem akartam az anyjuk helyébe lépni. Ezt az ő édesanyjuk is tudja, mert én azt gondolom, hogy egy gyereknek annál jobb, minél többen szeretik. És én nagyon örülök, hogy ilyen jó a kapcsolatunk a vérszerinti szülővel, mert igazából nem versengünk a gyerek szeretetéért, hanem együtt szeretjük. Martin egy édes testvérével, egy fél testvérével, három fogadott testvérével és nevelőszüleivel él egy háztartásban. Elmesélte, hogy már az első pillanattól érezte a szoros kapcsolatot új családjával. Rengeteget köszönhet nekik, de szülő anyjával is rendszeresen tartja a kapcsolatot. Így anyák napján is felköszönti mindkét anyukáját. 2005-ben kerültem ide. Az első emlékem az, amikor a nevelőszüleim jöttek értem, és én már attól a pillanattól kezdve őket rendeszüleimnek tartottam. Miest kiléptünk a kapun, én a nevelőapukám kezét megfogtam, és kijelentettem, hogy én apával megyek, és onnantól számomra ők egy igazi család lettek, és én is nekik gyermeküként. A nevelőszülők igyekeznek minden szeretetet megadni és jó tanácsaikkal ellátni a nevelt fiaikat. Állják meg a helyüket úgy az életbe, ahogy tőlünk látták, és őszintén felvállalva a hibákat, a sikereket, úgy éljenek, ahogy nálunk éltek ebbe a 15 évbe. Azt kívánom. A család és főleg Martin nagy kedvence Péter Sramek. Az énekes anyák napja alkalmából stábunk segítségével egy kifejezetten nekik szánt videóval lepte meg őket. Szia, drága Rozália, nagyon boldog anyák napját kívánok neked, és az egész családodnak kívánok nagyon sok boldogságot, egészséget és kitartást. Híreink végén nézzük még egyszer a legfontosabbakat egy-egy mondatban. Járvány. Budapesten nem változik szinte semmi, vidéken azonban lazulnak a szabályok, de kötelező lesz maszkot használni a buszokon és a boltokban. Korlátozások. A hosszú hétvégén is dönthetnek a polgármesterek helyi szabályokról. Anyák napja. Vasárnap az édesanyákat köszöntjük. Ez volt a Kanizsa TV híradója április 30-án csütörtökön. Híreinket megtalálják honlapunkon a kanizsatv.hu oldalon. Szeretném önöket arról is tájékoztatni, hogy a pénteki munkaszüneti nap miatt a Kanizsa újság egy nappal korábban jelent meg, így a szerencsések már megtalálhatták a postaládájukban. A legfrissebb Kanizsa újságban írunk az anyák napjáról, korabeli képekkel tarkítva, a régi május elsőjékről olvashatnak, valamint egyebek mellett arról, hogy a gépgyárban található művészeti alkotások a város tulajdonába kerülhetnek. Ennyi volt már a híradó. Figyelmüket munkatársaim nevében is köszönöm. Viszontlátásra!